Szerencsés éve volt Dunaszent Benedeknek, mondta a település polgármestere, amikor a 2019-es év eredményeiről kérdeztük. A kihívások és nehézségek ellenére ugyanis a megyei pályázatoknak köszönhetően számos beruházást tudtak megvalósítani. 4 terület volt, amit a operatív programban végrehajtottunk. Ez az egészségházunk felújítása, az étkezdénk felújítása, az egészségházon belőle volt egy fogorvosrendelőt alakítottunk ki, és a településen a járdánk, kerékpárút felújítás, buszmegálló felújítás, ez is egy nagyon fontos és nagyon látványos része volt a településünk fejlődésének, és ezzel azért nagyon sokat léptünk előre. A pályázatok által a település összképe jelentős, pozitív változáson esett át, mind a mellett, hogy az itt élő emberek mindennapjai is élhetőbbé váltak. A toppos forrásokon túl Dunaszent Benedek fejlődésében oroszlán része van a JETA-nak is, hiszen az alapítvány folyamatosan támogatja az erőmű környezetében lévő településeket, így Benedeket is. Ebből a járda programunkat folytattuk, amit a TOB-ba elkezdtünk, most itt a önkormányzat épülete előtti utcában hajtjuk végre a járdafelújításunkat. Ez is nagyon fontos, hogy az emberek lássák, hogy azért az ő érdekeiket is szolgálja minden egyes beruházásunk. Azt hiszük, hogy meg tudunk majd oldani mindent, hát majd szép lassan, a lakossági igényeket kielégítve, szép lassan, apró lépésekben próbáljuk ezt megvalósítani. A polgármester örömmel számolt be arról is, hogy az utóbbi időszakban lelassult a lakosság számának csökkenése, a községben lévő üres, lakatlan ingatlan közül egyre több talál új tulajdonosra, lakóra. Mindent megteszünk azért, hogy tovább fejlődhessünk. Az idei évre a Magyar Falu programon belül pályáztunk 3 területre. Az egyik a temető, egy vizes blokkot szeretnénk kialakítani. Van egy nagyon régi rendszerű, de ezt föl szeretnénk újítani, mert azért ugye jönnek ma már egyre többen, talán vidékről is jönnek, és tehát fontos szerepe lenne egy, ma egy olyan kulturált helynek ott kint, amiben az emberek a szükségleteit meg tudja oldani. Szintén ebben a programban kerül majd sor a Béke utca aszfaltozására és az óvoda udvarának fejlesztésére is.